Vivát vitézek, és húdolatom a hölgyeknek. Nem kívánok híreket közölni, ez most különleges. A kínai tévében olyat láttam, amitől leesett az állam. Nem hittem, utána nyomoztam, és nagyon komoly régészeti tárgyakat mutattak be Hongkongban, a Palota Múzeumban. Térfüllel elkaptam, hogy Xiongnukról beszélnek. Egy időszámításunk előtt, 4. századból származó Hun koronát mutatnak be. Ismétlen Krisztus előtt 4. századból. Az abroncsán 2 tigris szarvast üldöz, a tarkónál egy sárkányban végződik a jelenet. A tárgy leírásában közlik, hogy a keresztpánt fedője ki van fúrva. Egy bíz helye lehetett, a Szent Koronánkon a kereszt díszíti ugyanitt. Aki látta ezt a tárgyat, és továbbra is hisz a mesében, hogy úgy barkácsolták össze a koronát, az egy süsű. Kínai néphagyományban a sárkány 4 lelkes lény egyike. A teknős, főnix és egy szarvú mellett. Telefeje, szarvasa van, csabi bajfüle, démonzene, kígyónyaka, kagyúhasa, pontpikkelye és saskarma és tigris mancsa van. Kínában a sárkány alakja sosem gonosz. Nem kell legyőzni, nem is lehet. Csupán kiengesztelni, akkor segítőkész, bölcs és nagy lelkű. Aki nem hisz nekem, járjon utána maga.